tapasztalat az, ami miatt a faluban most kétségek merültek fel ennek a cégnek a működésével kapcsolatban, mivel az azelőtti aranybányászat nemhogy fejlesztette volna a községet, még károkat okozott környezetszennyezés szempontjából, hiszen ez tény és való, hogy kiszippantották a vizet a falu alól, ami maradt is, az is sajnos be van vizsgálva, nem alkalmas emberi fogyasztásra. És akkor is kaptunk ígéreteket mindenféle falufejlesztési programokra, amelyek akkor sem váltak be, és a mai napig is szenvedünk attól, hogy ez a bánya már nem működik, de még mindig a maradványai, a csökevényei itt maradtak örökségül a falu lakosai részére. Most jelentkezett egy cég még a múlt ősszel, aki arra tett ajánlatot, hogy feldolgozzák a múlt bányászatnak a maradványait, vagyis ezeket a hírhet meddőhányokat, amelyek károsítják itt a levegőt, a vizet, a környezetet. Ám de az a probléma velük, hogy május 3-áig, 2018 novemberétől már tevékenykednek, elég erőteljes munkálatokat végeznek a falu lakott részén, három utca fölött. Nem tudtuk először, hogy mik ezek a munkálatok, de május 3-án ebben a hónapban a bányaigazgatósága összehívott egy fórumot, ahol előadták nagyon szép színekben, hogy milyen ökológiailag tiszta környezetet teremtenek számunkra, de miután bekértük a dokumentációjukat, a technológiájukat, az engedélyüket, kiderült, hogy nem tudtak nekünk semmit felmutatni. Közben a fejünk fölött, 200 méterre a domb oldalon, még egyszer mondom, három utca van alatt, a házak, gyönyörű gyümölcsösök, az emberek munkálkodnak, hisz ez a reményük, hogy ebből fognak megélni. Egy olyan víztározó épült fel, amelyben még most nincs víz, de még mindig folyik a mélyítése, hogy pont a tegnapi nap folyamán felment egy bizottság, megmértük, 88 méter jelenleg a hossza, 53 a szélessége, és 6-7 méter a mélysége. Mivel itt ezek a kőzetek, ugye vulkanikus eredetűek, a hegyeink, a Kárpátok röghegységének a részei, ezért laza kőzetből állnak, attól félünk, hogyha nem lesz szakszerűen kibetonozva, és nem látjuk az építésének a technológiáját, a papírját, engedélyt, kőzettanulmányt, hogy lehet-e ilyen magas helyre, lakott területen belül ekkora víztározót építeni az emberek feje fölé. Ezért aggodalmaskodunk, bekértük a cégtől, amely jelenleg még igazából meg sincs nevezve, a papírokat nem tudták megmutatni, azt mondták, hogy egy hét múlva újabb fórum lesz, amelyre elhozzák, nem hozták el. Ma tudomásunkra jutott, hogy községtanács, polgármesterhivatal képviselői testületülést hív össze, és kérdés lesz ennek a területnek az átadása, amelyen folynak ezek a munkák, és most polgármester szavaira hivatkozom, az ő engedélye nélkül, tehát ott már felépült most egy épület, ami aranymosó lesz, meg ez az óriási méretű, állítólag 60 ezer köbméternyi vizet befogadó víztározó a község engedélye nélkül történt, tehát úgy volt, hogy ma fogják ezt az engedélyt előterjeszteni 2,5 hektáról a képviselőtestület elé, de mivel elég nagy számú lakosság érdeklődik az ügyben, főleg az a rész, akik ott laknak és érintettek, ezért eljöttek az emberek, nem hívásra, mindenki magától jött el, én magam meglepődtem, hogy mennyien itt vannak, és végül is nem tették napirendi pontra, tehát nem szavazták meg ennek a 2,5 hektár területnek az átadását ennek a cégnek. A cégről még annyit szeretnék elmondani, ez a múlt fórumon elhangzott, hogy a jelenlévő igazgató azt mondta, hogy az Avaleon Gold nevében van, ő a befektető, amerikai befektető. Aztán az Avaleon Gold föltett a honlapján egy nyilatkozatot, amely megvan angol nyelven, hogy ők tiltakoznak, hogy a nevüket felhasználják, viszont lefotóztuk, az épületen a mosó oronfalán fönt van a cég neve, és most már kiderült, hogy egy ukrán cég is érintett, de még a mai napig nem tudjuk, ki az a cég, aki
ezeket a dolgokat ígérgeti, és engedélyek nélkül tevékenykednek. Én nekem sikerült az állítólagos ukrán cégről megszerezni egy licenziót. Abban az áll, hogy 2012-ben kaptak engedélyt Nagymozsajban a polimetál bánya helyén műveletekre, de ott kategorikusan le van írva a bányászat. Az, hogy ők csak a meddőhányokat feldolgoznák, erről a falunak még semmilyen irat, semmilyen dokumentált formátum nem jutott el, ezért aggodalmaskodunk, mert ha ők ezt teszik, hogy engedély nélkül építkeznek, nem biztos, hogy azok az ígéretek, amelyeket tettek, megvalósulnak, mert nem látjuk tisztán a cégnek a munkálatait. Tehát a Nagymozsai volt aranybányától egy kicsit Beregszász irányában van egy 6 hektárnyi terület, amelynek közben kiderült a fórumtól eltelt időszak alatt, hogy ők már ott tulajdonosok 6 hektáron, ahol végezhetnek tevékenységeket, bár ez sem látható, hogy mire van engedélyük. Ezt is kérni fogjuk, hogy lássuk. Viszont ez a 2,5 hektár, amiről ma a tanácsülésen szó lett volna, hogy átadják nekik használatra, egyelőre nincs a tulajdonukban, de a mai tanácsülésen sem került napirendre, mert a falu eléggé fel van háborodva, és most már ez egy kicsit így nehezebb